Idegenforgalmi szempontból frekventált helyen lévő éttermeket, büféket, cukrászdákat ellenőriznek a felügyelőség szakemberei a nyári időszakban. A vizsgálatok középpontjában ezúttal is elsősorban a fogyasztók vagyoni érdekének a védelme, valamint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kiszűrése áll. A vendéglátásban főként az árak feltüntetésére és a nyugtaadásra, valamint a hiteles mérőeszközök meglétére koncentrálnak az ellenőrök. A rendezvényeken megnézik a mutatványos berendezésekre vonatkozó előírások betartását és a dokumentáció meglétét. Emellett ellenőrzik a taxikat, a zenés, táncos, szórakozóhelyeket, valamint azt, hogy 18 éven aluliaknak nem értékesítenek-e alkoholt vagy cigarettát. Tavalyi év során Heves megyében csak nem 100%-os kifogásolási arányt tapasztaltunk, és úgy látjuk, hogy a július 1-től működő nemzeti dohányboltoknak a működése várhatóan pozitívabb eredményt fog hozni, hiszen a fogyasztóvédelemről szóló törvény eddig is tartalmazta, hogy a 18. évét be nem töltött személy részére nem lehet alkoholtartalmú italt, illetve dohányterméket értékesíteni. Ennek megfelelően július 1-től nem léphetnek be a fiatalkorúak a nemzeti dohányboltokba. A hatóság szankcionálása során elsősorban a figyelmeztetés és a kötelezés eszközével él. Fogyasztóvédelmi bírsággal a fogyasztók széles körét érintő súlyos jogszabálysértés elkövetése esetén lehet számolni. Hívta fel a figyelmet dr. Lubai Bernát Luca. Elmondta azt is, sok esetben a szabálytalanságok elkövetésének oka nem a rossz szándék, hanem az ismeretek hiánya. Sok esetben a cégek nem ismerik, vagy nem megfelelően alkalmazzák a jogszabályokat. Ugyanakkor örvendetes, hogy fokozatosan javul a vállalkozások jogkövető magatartása, törekszenek arra, hogy minden előírásnak megfeleljenek.